Jaká będzie Polska? Lengyelország mintegy 2,5 milliárd dollárt fordít a biztonság és az elrettentés fokozására az Oroszországgal és a vele szövetséges Belarusszal közös határon, közölte a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk elmondta, hogy megkezdődtek a keleti pajzs projekt munkálatai. Új katonai erődítmények kiépítését is magában foglalja a terv. Tusk szavai szerint Lengyelország a NATO és az Európai Unió keleti szárnyán kiemelt felelősséget visel Európa biztonságáért. Lengyelország előző jobboldali kormánya 400 millió dolláros beruházással erősítette meg a belarusz határt, hogy megfékezze az onnan 2021-ben indult migráns áradatot. A Tusk kormány szerint ezt meg kell erősíteni. Lengyelország Ukrajna egyik legfontosabb szövetségese az Oroszország elleni háborúban.